Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindegy, oké, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, vagy a fölkérést, hogy beszélgessünk egy kicsit. Nagyon szépen. A Csepeti csapata elnevezés azt sejteti számomra, hogy vannak körülötted emberek, akikkel közösen imádkoztok, és a te szolgálatodat támogatják, illetve ők is szolgálnak. Ott, ahol te most a papi szolgálatodat végzed, azon a helyen, vagy azon kívül a virtuális térben is, jól gondolom? Jól gondolod azt, hogy abszolút baráti kapcsolatokban, testvériségekben élem és képzelem el az életemet. Hát, hogy most a számodra és a beszélgetésünk leendő hallgatói számára mi konkretizálódik, az azon is múlik, hogy konkrétan ők milyen papi vagy keresztény képet képzelnek el. Én jelenleg nem vagyok egyik felekezetnek se egy konkrét szolgálatában. Aha, akkor ne maradj valamiről. És tehát ez másfél éve történt, most van 2022. február 4-től. Másfél éve 2020. szeptember 9-ben a főpásztorom, a Pécsi Egyház Megyepiskopát alkotói szabadságra küldött, én így nevezem azt a jelenséget. Az egyházjog nyelvén nem ez a fogalmazás, hanem egy súlyos büntetést alkalmazott Valenciennben, ami az ő foghatóságába tartozik, hogy egy ilyet megtegyen. De nyilván most nem ő vele beszélget, hanem velem, és én másképp látom, mint ahogy ő látja. Úgyhogy ettől függetlenül, hogy nem vagyok egyik keresztény felekezetnek szolgálatában, én mérhetetlenül boldog vagyok, és ismerem Jézust, és olyan barátságban vagyok vele, amit mindenkinek csak kívánni tudok. Neked is. A Csepeti csapata gondolat az nem is tőlem jött egyébként, valamikor szépen ezelőtt mondta valaki ezt biztosan, és hát olyan hangzása volt ennek a kifejezésnek, hogy talán Garas Sándor is magnálná a tíz ujját utána, hogy felfallaná. Úgyhogy úgy belopta magát a filmbe. Ez lett az első weboldalamnak a neve, hogy csapata.hu, az nagyjából talán pont 10 évig működött is, most nem végzőntettük ma. Facebook oldalam az továbbra is azon a néven fut. De úgy olyan módon én nem szervezek valami fajta mozgalmat, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rendszeres csepetis találkozókat. Tehát én nem olyan vagyok, mint a Pál Feri, vagy Hodász András. Sokkal szervezetlenebb vagyok, sokkal rugalmasabb. Ez nem jelenti azt, hogy az ő tevékenységüket én bárhova sorolnám, főleg nem hozzám képest, hiszen ők ugyanúgy Isten gyermekei, mint én, úgyhogy nincs dolgom nekem azzal, hogy őket kategorizáljam, csak egyszerűen nem ahhoz hasonló. Ha valaki el akarja helyezni majd a hallgatók közül azt, hogy ki vagyok én, akkor azt tudom mondani, hogy Jézus barátja vagyok, abszolút szabadon. Nyilván testvéri kötelékekben, lelki barátságokban, tehát hogy én nem vagyok egy önmagában álló püstök és egy égen, hanem inkább egy csillagképnek az egyik csillaga vagyok. Még nevezzük ezt a csillagképet egyháznak. Mérhetetlenül hálás vagyok azért, hogy tagja lehetek az egyháznak. És az egyház alatt azt értem, amit Krisztus értett egyház alatt.
biztos azt mondta, hogy a kicsinyek, akik ott ülnek a térdén, akik lenyűgözve Jézus szavaitól pihennek a jelenlétében, az ő kicsinyei, Isten kicsinyei, akikre mondja azt, hogy legyetek, mondja róluk, az egyieknek, hogy legyetek ilyen a gyermekek, akik bíznak az atyában, akik semmi mástól nem várnak békét, csak az atyával való kapcsolattól. És ez az egyház, ezt tartom én egyháznak. Nem azt tartom egyháznak, amit a legtöbb ember egyháznak tart. Egyháznak azt tartom, amit meggyőződésem szerint Jézus tart egyháznak, amikor azt mondja, hogy íme az atya kisded nyája, akik ismerik az atya szívét, rá vannak hangolódva, és tulajdonképpen úgy mozognak, mint a Szent Szellem. Istentől születtek, nem lehet őket, és ők maguk se akarják önmagukat megérteni, hanem egyszerűen örülnek, élnek. Mi nem azért születtünk meg, hogy beteljesítsünk egy célt. Mi nem haszonra vagyunk teremtve. Mi Istennek a karácsonypályán a tetején a csillag vagyunk, maga a csillagszóró. Tehát mi nem azért vagyunk, hogy effektív, mérhető, sírtáblára írható életművet hagyjunk hátra, hanem mi azért vagyunk, hogy egyszerűen Isten szerelmesei legyünk. Ez a mi valódi identitásunk, Jézus így lát minket. És hiszem azt, hogy ez az új szövetség alapüzenete, hogy te Isten szívének a közepében vagy. Te nem azért lattél maga alkotva, hogy beteljesíts egy konkrét célt, mert akkor elég szégyenletes lenne az emberi történelemnek a művet. Hogy na, akkor ez volt az ember is, világháborúk, atombomba, embarkínzások, tehát néhány szép dolog. Ez volt az emberiség. Hát nyilván az igazi emberiség az Jézus Krisztusban elindult új emberiség, az új teremtés. Azok, akik már élik azt, hogy felismerték, de János 14:20, hogy azon a napon majd felismeritek, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. János 17:22, átkozik Jézus a főpap imában az atyához, hogy azt a dicsőséget, amit nekem adtál, átadtam neki, hogy egy legyenek, mint ahogy mi egyek vagyunk. Tehát Jézus Krisztus a kereszten azért halt meg, hogy mi megéljük az egységet az atyával, és ebből az egységből egy hatalmas szabadságban élünk. Az új szövetség lényege nem az, hogy alkalmazzunk magunkra tételes törvényeket, szabályokat, parancsolatokat, és ezáltal egy ilyen keresztény önfejlesztésben élünk. Jézus nem azért jött, hogy a zsidó vallást, vagy bármelyik vallást följavítsa, egy új vallás rendjével, amit mondjuk keresztényeknek nevezünk. Jézus ez a megtestesült Isten, aki szerelmes belénk. Tehát itt, amikor az új szövetségből nézzünk magunkra, és másokra, és a világra, itt csak ilyen extatikus kategóriákban, vagy kategórián túli állapotban lehet beszélni. Tehát az, hogy Jézusnak egyetlen szeretett pillantása megváltoztatja ember a szívét. Tehát az új szövetség könyvei, hogyha olvasgatjuk, találunk két szörnyen ostoba és kegyetlen ember. Az egyik a kivégzést vezető százados, aki nyilvánvaló, hogy egy kegyetlen ostoba ember volt, tehát nem kell szépíteni. És a másik ilyen kegyetlen ostoba ember az meg Saul volt. A későbbi pálapostól. Most ez a két ember mind a kettő hatalmas hitvallóvá vált, hitvalló keresztények. Amikor találkoztak Jézusnak egyetlen szeretett pillantásával. A Biblia egyik legkülönlegesebb könyve az Éneket éneke mondja azt, hogy
hogy megsebeztek szívemet szabad egyetlen pillantásával. Ez Jézus Krisztus. És én mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy ő mindenkit személyesen utolér, az ő kegyelme az legyőzhetetlen, és ő mindenkinek a várába behatol, rejtett utakon. Nyilván persze mondhatjuk azt is, hogy kopog a vár ajtaján, de hogyha nem engedik be, akkor bejön hátul egy rejtett ajtón, és belülről gyógyítani fog minket. Mert ő tudja azt, hogy ő kicsoda. Tehát Jézus nem egy választási lehetőség. Nem arról van szó, hogy hétfőn, kedden, meg szerdán egy-egy este elmegyünk a helyi kultúrházba, és valamelyik MLM cégnek a termékét meghallgatjuk, és akkor választhatunk csütörtökön a három este után, hogy na, melyik céget választom, hogy meg akarok gazdagodni, és akkor a hétfői cég az egészségben utazik, a keddi cég az nem tudom miben, a szerdai az meg magunk másban, és hogyha ráállok, és belerakom a szakaraterőmet, és választok a három közül, és beleteszem a hitomát, akkor meg fogok gazdagodni. Tehát Jézus nem egy ilyen a vallások piacán egy szereplő, akiben is lehet hinni, de egyébként lehet másban is hinni. Tehát az ő halála és föltámadása az a történelem között pontja. Jézus Krisztus személye teljesen megkerülhetett. Nem tudtunk elmenekülni az én megkerülhetetlen szerelme elől. Tehát ott van Saul, aki úgy üldözte a Jézusban hívő zsidó hittestvéreit, hogy káromlásra akarta őket kényszeríteni. Tagadják meg Jézus nevét. És aki nem tagadta meg Jézus nevét, akár gyerek, akár nő, férfi, öreg, aggasztján, beteg, bárki, azokat ő kivégeztette. Az apostolok cselekedeteiben talán háromszor is nagyon őszinte vallomásban elmondja, hogy én halálra kínoztattam embereket. Tehát egy ilyen őrült, ostoba, kegyetlen ember volt ez a Saul, és amikor a damaszkuszi úton Jézus megjelent neki, és csak azt mondta, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ha hallanánk azt a hangot, azt az édes, gyönyörű, szeretettel teli hangot, ahogy Jézus megszólította ezt az ostoba kegyetlen ember, az megremegteti mindenkinek a szívét. Jézus nem egy elméleti figura, Jézus nem egy vallás alapító. Jézus az Isten fia. És azért jött, hogy nekünk visszaadja az igazi Isten fiúságot, azt a szabadságot, ami a miénk. Ami a világ teremtése előtt már a miénk. Amikor Jézus ugye a főpapimában az utolsó vacsorán János 17-ben imádkozott, ugye az egyik sorban azt mondja, hogy Atyám, szerettél engem a világ teremtése előtt. És akkor pár sorral lejjebb azt mondja rólunk, tanítványokról, hogy az Atyának azt mondja, hogy szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Ha két mondatot logikusan összefűzöm, akkor engem, téged, Pisti, és mindenkit, aki hallani fogja ezt a felvételt, de aki nem fogja hallani azokat is, mindenkire vonatkozik az, téged az Atya úgy szeret, mint Jézus. Te nem egy zabi gyerek vagy, nem egy statiszta vagy Isten királyságában, nem egy hangja vagy, nem egy robot, nem egy kutya. Te az Isten királyságában az Úr szerelmes, uralkodó társa vagy. Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy ti trónokon fogtok ülni. Trónokon fogtok ülni velem. És ez az igazság, ez a valóság. Ez messze fölülmúl minden vallásos, felekezeti formát. Az új szövetség az nem azért van, hogy most mi építsünk kőépületeket, és kirakjuk rá a logónkat, és kialakítsunk rendszereket, hogy te vagy a pap, te meg nem. Oké, hogy ezek a dolgok kialakultak, érthető. Ez körülbelül olyasmi, mint hogy rajtam is van pulóver, és nem félmeztelen ülök itt előtted. Tehát érthető, hogy kialakulnak struktúrák. Nyilván Jézus szokása szerint szombatonként elment a zsinagógába. Ez is egy struktúra. Testben élt, férfi létben.
millió módon meghatározhatjuk azt, hogy egy konkrét történelemben élünk. De Jézus nem azért jött, hogy a börtöncellánkba behozzon egy jobb tévét, mint ami eddig volt. Jézus nem azért jött, hogy gyapjú takarót hozzon be nekünk a műanyag takaró helyébe, és továbbra is ott maradjunk a börtönben. Jézus azért jött, hogy megtanítson minket repülni. Azért jött, hogy megtanítson minket szellemben látni az Atyát. Tehát itt a legcsodálatosabb dologról van szó, hogy mi láthatjuk az Úr arcát. Hogy mi, és itt már nem arról van szó, hogy ebbe ki hisz, ma ki nem. Tehát itt ő hisz, ő bennem lakik, és ő hisz ebben. Tehát amit én most elmondok, ez nem egy hit a többi között. Ez nem egy teológia a többi között. Ez a nagy kép. János 19:28-30. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett, és azért, hogy az írás is beteljesedjen, így szólt, szomjazom. És akkor egy ecettel teli edénybe szivacsot, Mártont egy katona, izsókra tűzte, felemelte a szájához, Jézus megízlelte, és azt mondta, hogy beteljesedett. És ki lehelte lelkét és fejét, lehagytam a hajt. Ez a pici részlet, ez a legfontosabb. Úgy kezdődik, hogy Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. Hát ezt úgy is elképzelhetjük most ezt a történetet, egy kis hasonlatot alkalmazhatnék, mint hogy ez a filmnek a forgatókönyvírója bejön a filmbe, és azt mondja, hogy itt minden úgy fog történni, ahogy én előre megírtam. És képzeljük el azt, hogy mi egy ilyen világszínvonalú, Oscar-díjas hollywoodi filmben vagyunk, Barta István és Cseh Péter Mihály önmagukat alakítják, és egyszer csak bejön ide a forgatókönyvíró, aki a mi történetünket írta, a mi játékunkat megírta, és mi azt mondjuk, amit ő megírt. És bejön ide a forgatókönyvíró, és azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy minden beteljesedett. Hogy minden úgy fog történni, ahogy én akarok, mert én vagyok a forgatókönyvíró. Jézus Krisztus a világtörténelem nagy drámájában a megtestesült forgatókönyvíró, aki bejött, és ő maga által sugallt írásokat beteljesítette. A zsidó levélnek ez a misztikája, amikor visszatekint, hogy a zsidóknak ír, és visszatekint az Ószövetségre, és azt mondja, hogy Krisztus az volt az a szikla, ami ott járt Mózessel. És amikor a sziklára ütöttek, hogy vizet kapjanak, az Krisztus volt az a szikla. Krisztus járt ott a pusztában vándorló zsidó néppel. Ő volt a bárány, és ő benne testesült meg az Isten bárányja. Ő már nem a mi bárányunk, az Isten bárányja. És tehát ugye ez a hatalmas felfedezése Pál apostolnak, amit a Kolosszai Levél 1:26-ban mond, hogy el volt rejtve ez a titok. Korszakok, nemzedékokon át el volt rejtve a titok, hogy Krisztus bennünk lakik, ő a mi magdicsőülésünk reménye. Ez nem egy olyan remény, hogy most szombaton nyerek a lotton, vagy nem. Ez egy biztos remény. Jézus Krisztus egy biztos remény. Senki nem hitte el, hogy Jézus fel fog támadni harmadnapon a halálból. Nem volt ember, aki elhitte volna. Ez nem úgy nézett ki, hogy ott de péntektől vasárnapig miséket ajánlottak föl a katolikusok, hogy támadjon föl Jézus, vagy rózsatűzért imádkoztak az öregasszonyok, vagy nem tudom, mit csináltak a reformátusok magnak, kántálták az énekeiket, a karizmatikusok magnak imádkoztak, hogy Jézus feltámadjon. Tehát nem volt, senki nem hitte el, hogy Jézus harmadnapon föl fog támadni. És feltámadt, él. Itt van, a föltámadt Jézus adja meg az életünknek az értelmét. És amikor én hirdetem, hogy Jézus föltámadt ezt a magbízást, ezt nem valamelyik felekezet adta. Egy felekezet az adhat neked magbízást, hogy a saját intézményes keretein belül, a saját játékszabályai szerint cselekedj. De az egyik felekezet se adhat, és nem is veheti el a legfontosabb magbízást, hogy hirdesd Jézus Krisztus föltámadását. Hogy Jézus él. Hogy ő minden bajunkra a magoldás.
és ezt már megoldotta. Tehát Jézus tudta, hogy minden beteljesedett. És ebből a nagy képből, ebből a valóságból nézünk az életünkre. Tulajdonképpen azok, akik megismerték Jézust, azok már olyanok, mint egy űrhajós kint az űrállomáson. Aki látja, aki kint van az űrállomáson, az látja, hogy a Föld gömbölyű, hogy a Föld egy gyönyörű kék bolygó, hogy ez egy gyönyörű, lenyűgöző, élő bolygó. Mi, akik itt vagyunk lent a Föld szintjén, sokszor nem is tudjuk, hogy a Föld gömbölyű, hogy milyen gyönyörű, hogy ez egy élő bolygó. Úgy bánunk a Földdel, mintha egy tárgy lenne, mintha kizsigerelhetnénk, mintha lenne belőle másik. De nincs, egy bolygó van. Most aki fönt van az űrállomáson, az a pár űrhajós, azok látják, hogy itt közel-távol 4 millió fényévre sincsen sehol élet. Oké, hogy találtak vizet a Marson, de nem lehet ott élni. És ezt most csak példaként mondom, hogy amikor az evangélium fölismerteti bennünk a nagy képet, az olyasmi, mintha kinnülnénk az űrállomáson és néznénk a bolygót. 500 évvel ezelőtt Giordano Bruno, Copernicus és Galilei az életüket kockáztatták azért, hogy elmondják a valóságot, hogy a Föld gömbölyű, és borog önmaga tengelye körül, és a nap körül. Most már senki nem kockáztatja ezért az életét, mert ez a valóság. Most tulajdonképpen mindenkinek rá kell ismernie a valóságra, ami nem a döntésünk kérdése. Az nem az én döntésem, hogy Jézus föltámadta halálból harmadnapon. Senki nem hitte el, hogy föl fog támadni, és föltámad. Most az a csoda ebben, hogy ez a föltétlen szeretet műve. És most ezt logikusan végig gondolom, hogy a világ történelem legnagyobb csodája, hogy Jézus föltámadta halálból, az mindenféle emberi közreműködés nélkül történt. Senki nem bánta maga bűneit. Jaj, bánom! És akkor összegyűlünk ezren, és ha elég jól bánjuk a bűneinket, akkor az ezer ember bűnbánata azt föltámasztja Jézust a halálból. Az emberek nem adtak bele bűnbánatot, nem adtak bele hitet, nem adtak bele tizedet, nem adtak bele jó cselekedetet, nem adtak bele templomépítést, nem adtak bele semmit. Totál kudarc. A nagypéntek az emberiség totális kudarca. Ez van. De ugyanakkor a bűneink lemosása is a nagypéntek Jézus vére által. És Jézus harmadnap föltámad, mert a Szent Szellem, az Isten ereje, az Atya dicsősége harmadnapra föltámasztotta. Ez az abszolút csoda. Na most, hogyha a történelem legnagyobb csodája bármiféle emberi kérés, ima, stb. Nélkül történt, akkor ez logikus, hogy minden kisebb csoda is ugyanígy kegyelem lesz. Tehát teljes, ugye az új szövetség az a kegyelem üzenete. János evangélium első fejezet azt mondja, hogy Mózestől kaptuk a törvényt, és Jézus által megjelent a kegyelem és az igazság. A kegyelem és az igazság az teljesen más gondolkodás, mint a törvény. Az elménk hozzá van szokva a törvényszerű gondolkodáshoz. De a kereszthalál és a föltámadás az teljesen lerombolja a törvényszerű gondolkodást. Alapból a biológia törvényét tönkreteszi az, hogy Jézus föltámad a halálból. És tönkreteszi a vallás törvényét, mert a vallás ölte meg Jézust, mint bűnöst, mint gonosztevőt. Tehát Isten most így logikus, Isten föltámaszt egy gonosztevőt. Hát ez szörnyű. Tehát itt mindenféle logikát teljesen széttör a föltámadás. Tehát ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy nem érdemeltük meg, hogy egy ilyen Isten báránya eljöjjön és minket megmentsen, abszolút kiérdemelhetetlen és kikövetelhetetlen, és föltámad. De Róma 4.25 meghalt a mi bűneink miatt, és föltámadt a magigazultságunk miatt. Azért jött vissza Jézus, mert ő már magigazultnak lát mindenkit. Mindenki magigazult. Efezusi 2.6. Az Atya Krisztusban föltámasztott benneteket,
és a mennyei helyekre ültetett. Mi oda vagyunk ültetve az Atya jobbjára. Nyilván testben még nem történt maga föltámadásunk, az még várat magára, mert romlandó testben járunk. De szellemben, tehát a legmélyebb lényegünkben megtörtént a föltámadás, bennünk van az elpusztíthatatlan mag, a romolhatatlan mag, a rendíthetetlen ország. Ezek mind újszövetségi képek. Tehát nem tudsz lehatolni a létednek oda a mélyébe, és nem tudod azt a magot tönkretenni. Nincs olyan bűnöd, nincs olyan tévedésed, nincs olyan aberrációd, ami lerombolhatná azt a szentséget, amit Krisztus beléd helyezett a föltámadásával. Ez a szentség, ez maga Krisztus. Ugye Galata 2:20, élök többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát így vagyok Krisztussal létemben. Ott legesleg belül olyan egységben és szentségben vagyok Krisztussal, ami túl van minden identitáson. Ezért nem kell félnünk attól, hogy a külső identitás buborékok azok szétpattannak. Nem kell félnünk a testi mulandóságtól, nem kell félnünk attól, hogy kidobnak egy gyülekezetből, nem kell félnünk, hogy elüldöznek a hazánkból, a földi, emberi társadalomból, semmitől nem kell félnünk. Krisztusban egy mennyei állampolgárságunk van. És ez egy olyan erő és hatalom, ami a valóság. Ezt jelenti ki az evangélium, az Isten ereje. Az Isten ereje leleplezi, az Isten evangéliuma leleplezi azt, hogy te ki vagy valójában Krisztusban. Peti. De remélem, hogy az én arckifejezésem, hogyha valaki ezt meghallgatta, akkor azt fog erősíteni, hogy én ezt úgy hallgattam, hogy igen, vegyétek úgy, hogy mintha én mondtam volna. Vagy nem, de jobb, hogy te mondtad, mert tudod, azért érdemes egy kicsit így megöregedni, ezt mondtam, hogy barátommal beszéltük, mert én most a fiatalabb nemzedék tagjai között sok olyan ember találok, akire föl tudok nézni. És ez fiatalkoromban nem volt így az idősebb nemzedékkel, nem ilyen arányban. Szóval, és nem akarok senkit bántani, mert sokan már előre mentek közülük, de nem egy olyan időszakban nőttem fel, amikor nagyon sok példakép volt előttem, tudod? És olyan jó látni azt, hogy most a tőlem 20-30 vagy több évvel fiatalabb nemzedékre nézek, nagyon sok olyan ember talál köztük, akire őszintén tiszta szívvel föl tudok nézni. És nem így egyszerűen az, most nem az ember tisztelete, csak... Mert amit elmondtál, az egyértelműen Krisztusról szól, és én most ezt azért hallgattam, és azért szeretném, hogy ezt más is ilyen állítottal hallgatja meg, amikor majd ezt megnézi, ahogy én, hogy ezt célba találjon, és ott belül mindenkiben elvégezze azt, ami van. Most azt kell elmondanom, hogy, mert igazából az elején, amikor kérdeztem, én teljesen kívül lemaradtam másfél éve, ugyanis én ott akadtam el, hogy te akkor még papként készítettél videókat, és akkor tudom, hogy volt egy ilyen szilencium, és akkor én kerestelek téged, és akkor azt mondod, hogy nem adhatsz interjút. És én azt hittem, hogy továbbra is papként szolgálsz, tehát én teljesen abban a hitben kerestelek meg most téged, hogy egy katolikus pap és evangélista lelkész beszélget meg egymástól, és mekkora ökumené fújja, jó, és akkor elmondjuk, hogy azért ennél valami többről szól a történet. Most ezt már itt spoilereztem itt, úgyhogy ez teljesen jó. Tehát én nem tudtam, hogy te most nem katolikus papként szolgálsz, mert ugyanakkor meg figyelemmel kísérem a Facebookon a Csepeti csapat a bejegyzéseit, és hát mindig nagyon-nagyon jó nekem. És szóval mondom, amikor telefonon beszéltük, akkor említettem is neked, hogy előfordult, hogy kinyomtattam az egyik szöveget, és azt a prédikáció végén olvastam föl, tehát azzal fejeztem be, valaki el is kérte tőlem, hogy adjam neki oda, mert ez nagyon megérintette. Tehát én ezt szoktam figyelni, és én teljesen abban a hitben olvastam a posztjaidat, hogy ezt egy hát a csepeti katolikus pap, és a körülötte úgy elképzelem, ott vannak a fiatalok, a mit tudom én, és akkor így csináljátok ezt a dolgot. És akkor most így nekem ez azért volt egy új dolog, és hát így talán egy picit ez még erőteljesebbé teszi most számomra is az üzenetet is, hogy igen, valóban. Egy egyház van, és egy Krisztus van, és minden erőhozzá tartozunk, és nem, semmi más nem számít.
És ezt, azért imádkozom én is, hogy, hogy ezt, ezt az igét, ezt pont a hittanosoknak az előbb a magvető példázatát olvastam föl, azelőtt engedtem ki őket, hogy, hogy elindítottam ezt a Zoom beszélgetést, és hát ugye mondtam nekik ezt, hogy a madarak fölkapkodják, meg több is egyebek, és akkor hogy a jó termést hoz, és hát hogy az a jó termés, az rólunk szól, tehát ez nem valami olyan, hogy valami feladat, hogy na, azt a makocskát te jól csinálod, akkor mennyit dolgoztál? 30-szor, 60-szor, 600-szoros? Nem, ez nekem terem, és az én életem terem, és engem gazdagít meg, és én leszek több, és ugyanakkor meg hát ezt valami módon rajtunk keresztül is osztja meg az örök jól is. Hú, hát most nagyon szépen köszönöm neked ezt, mert jó volt ezt hallgatni, igét hallgatni. A vasárnapok én 4 templomban prédikálok, és akkor mindig magamat hallgatom, és a jó néha, amikor valaki mást hallgathatok, és hát most ez, amit most hallottam tőled, ez hát olyan volt, hogy ott lennék egy valami karizmatikus konferencián, és igen. Hát azt hiszem, hogy talán nem is tudom, kell ezt tovább ragozni, azt hiszem nem. Remélem, ez, amit most utólag mondtam, ez nem fogja agyonnyomni azt, amit elmondtál előtte, mert az a lényeg. És én remélem, hogy fogunk tudni találkozni személyesen is, és nagyon-nagyon sok áldást, nem sok áldást, az Úr áldását kérem én is, de úgyis rajta van a munkátokra. És nagy örömmel láttam azt, hogy most volt olyan, van olyan szolgálat, ahol együtt szolgált a Budapesti Autonóm Gyülekezet tanítójával, Piszter Ervinnel, én Fúris Attilával voltam már így telefonkapcsolatban, meg hát így Facebookon is keresők vagyunk, remélem, hogy valamikor majd őket is meg tudom szólítani. Én nagyon szívügyemnek tartom azt, hogy az evangélium abban a formában, hogy ezt ti megszólaltatjátok. Én Pax TV-n is szoktam nézni ezeket a műsorokat. Ahogy ezt ti megszólaltatjátok, az minél többekhez eljusson, mert ez az evangélium az én olvasatomban, és azt hiszem, hogy én is valamit mondan ezt szeretném a saját helyemen hirdetni, most megélni. Hát igazából azt hiszem, hogy az egy megváltás, amikor valaki megtapasztalja a feltétlenet. És Jézus folyamatosan maga ajándékozta az embereket Isten föltétlen szeretetének megtapasztalásával. És nekünk nem kell egy ilyen koldus mentalitásban élni, hogy majd a túlvilágon, ha majd meghaltunk, vagy ha nem is kell addig várni, de ha nagyon sokat imádkoztunk, vagy ilyesmi. Tehát így nem ez a legjobb kifejezés, de hát jogunk van hozzá. Hát az Atya gyermekei vagyunk. Járasztott a szívünk a fiának lelkét, aki által azt jártjuk, hogy Abba, Atya. Valamikor 7 évvel ezelőtt, 2015 őszén 3 hétig Izraelben voltam, és szeptemberi időszakban nagyon meleg volt még akkor, Izrael közel-kelet, száraz éghajlat, és forróság volt. És itt szabadtéri fürdőbe mentünk el a zarándok csapattal, akikkel ott voltunk, és hidegvizes forrás volt. A hagyomány szerint az volt az illés forrás, ahol illés pihent annak idején. Na és beültem ott a forróságban a hidegvizes szabadtéri medencébe, ami nem egy ilyen profi, európai, típusú, nagyon csili-vili fürdő volt, hanem tényleg olyan volt a fürdő, ilyen domboldalban, mint hogyha így 2 évvel ezelőtt ásták volna ki. De ugyanakkor igényes volt, csak hogy ilyen nagyon egyszerű volt, mint ha ilyen parasztok csinálták volna. Biztos Izraelben is vannak nagyon komoly fürdők, meg szállodák, meg VIP, meg mit tudom én, hány csillagos akármit, de ez egy ilyen nagyon puritán, nagyon természetes fejlődés. Na és az volt, hogy ott
Ahogy ülök bent a hidegbúzás medencében, jön egy kis zsidó család, annyira minimálisan tudok héberül, hogy ahogy hallottam, hogy beszélgetnek, hogy felismertem, hogy egy helyi zsidó család, és anyanyelvükön héberül beszélgetnek, apa, anya, gyerekek, és akkor beül mellé, ugye, itt a apuka, és hát ilyen 3-4 éves forma kisfiú a medence széléről ugrált be az apukája nyakába. Beugrott, örült, visszamászott. Hát egy ilyen nagyon-nagyon szép kis jelenet, én meg ezt néztem. És tehát annyira magható volt, a kisfiú azt mondta, abba. És akkor azonnal bennem így mind összeállt a kép, hogy amit tanultam a teológián, mindig tanultuk ezt, hogy akkor az abba, az Jézusnak az anyanyelve, arám kifejezés, az atyának a becéző formája, magyarul úgy lehetne visszaadni, hogy apu, vagy apa, vagy apuci, édesapa. És hogy ez volt 2000 évvel ezelőtt a legmagdöbbentőbb az írástudóknak, szadduceusoknak, de mindenkinek, az egyszerű halászoknak is, hogy Jézus a mindenható Isten, a nagy Jahvé, aki ketté választotta a vörös tengeret, aki az univerzumot, mint pici pontot tartja a tenyere közepén, lehet ilyen igaz, valós, nagy dolgokat elmondani erről a mindenható Istenről, aki előtt reszketve porba hullunk, és hogyha nem jól érintjük a frigládát, akkor meghalunk azonnal. Ez mind ószövetségi történetek. És ezt az Isten úgy szólította, apu, abba. És 2000 évvel később én ott ülök egy izraeli hidegvizes forrásban, és hallom, ahogy egy helyi zsidó kisfiúcska ugrál be az apukája nyakába a medence széléről, és azt mondja, hogy abba, apu. És játszik. Tehát, hogy ez az atya-fiú kapcsolat. Ebbe emelt be minket Jézus. Hogyha elolvassuk a főpapímát a János 17-ben, az egész Bibliának talán egy legmisztikusabb, leggyönyörűbb része, a szenvedés történet előtti utolsó nagy egybefüggő imája Jézusnak, amit az evangélista János magyarakított. Tehát az ima, az beemel minket a Szent Háromságba. Tehát mi nem akárkik vagyunk. Mi ott vagyunk bent a Szent Háromságban, meg vagyunk dicsőítve, meg vagyunk istenítve. És ugye azt mondja Pál, a Kolosszai 3:1, hogy úgy éljetek, hogy a gondolkodásotok az folyamatosan a mennyeiekön tanuljon. Ilyen szabadfordításban. Tehát állandóan oda vessétek a tekinteteteket Krisztusra, aki föltámadt a halálból, és ül az atya jobbján. De hogy tudsz úgy gondolkodni a mennyeiekön? Hát úgy, hogyha ráébredsz arra, hogy ott van. Tehát ez Pálnak a hatalmas felismerése, hogy Jézus Krisztus halála és föltámadása, az nem egy elszigetelt történelmi esemény. De most tavaly nyáron volt a foci EB, Magyarországon is rendeztek egy pár meccset, vagy a magyar csapat is játszott, és aztán Londonban volt, ha jól emlékszem, a döntő Anglia és Olaszország között. És képzeld el, hogy a döntő közben, ahogy barátaimmal itt Magyarországon ilyen szabad téren néztük, egyszer csak eszembe jutott, hogy mit írva ezzel kinyerte az EB-t. És emlékeztem rá, hogy én néztem a tévében, de nem jutott eszembe, hogy 4 évvel ezelőtt kijutott be a döntőbe, és végül kinyertem azt. Gondolkodok, közben nézem ugye élőben a laptopon, interneten keresztül a meccset, ami Londonban zajlik tőlük nem tudom hány 1500 kilométerre, és nem jut eszembe, hogy 4 évvel, pedig 4 évvel ezelőtt is itt ültem, és söröztem, és popcorn, és nem. És akkor rádöbbentem, hogy az összes ilyen világi esemény, amiket így fölfújunk,
országgyűlési választás, olimpia, anyám kínja. Ezek, amiket olyan nagyon nagynak gondolunk, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnök a 2 hónap múlva. Tehát mindenkinek az életében megvannak ezek a nagy lufik. Az összes ilyen esemény, amiben belehergeljük magunkat. Ez egy mulandó kis porszam, amit elfúj a szél. És tőlünk független esemény az, hogy most Londonban lejátszanak egy foci EB döntőt, van, aki nem is tudott róla, maga sem nézte, van, aki nézte, szurkolt. Tehát egy, hogy egy esemény valakinek fontos, valakinek nem. De nem múlik rajta semmi. Igazából nem múlik rajta semmi. Most Jézus Krisztus föltámadása, azt ismerte föl Pál apostol, amikor azt mondta, hogy én meghaltam Krisztussal, és föltámadtam Krisztussal, és uralkodok Krisztussal. Tehát valami titokzatos, misztikus módon, az evangélium az egy természet fölötti üzenet. Az evangélium az nem egy társadalomjavító ideológia. Az evangélium az nem arra való, hogy színpadon színészkedjünk vele. Az evangélium az egy misztikus természet fölötti üzenet, ami feje tetejére állítja az érzékszerveinkön alapuló gondolkodást. Tehát én ott voltam Krisztussal köröztre feszítve, vele haltam meg, és vele támadtam fel, és vele uralkodva ülök az Atya jobbján. És ez az én szabadságom, ezt kaptam ajándékba. Ez a magváltás. És amikor ugye azt mondja Jézus, János 17, azon a napon majd fölismeritek. Tehát itt nem arról van szó, hogy higgy benne, vagy döntsél róla, hanem ez egy ilyen ráismerés. Hogy tényleg ez mindennek a középpontja. Ugyanúgy, mint amit most egy hasonlat visszatérek el, amit mondtam 20 perce, hogy Giordano Bruno, Kopernikus, Galileo Galilei, azok megértették azt, hogy a Föld gömbölyű, forog önmaga körül és a nap körül. És jöttek ezzel az elmélettel, és azt mondta a korabeli tudomány, egyház, vallás, a pápa, hogy nem, hülyék vagytok, mondtok a mágiára, ha vissza nem vonjátok az elméleteiteket. És Galileo Galilei visszavonta az elméletét. Én magam előtt látom ezt a jelenetet, hogy visszavonja az elméletét, és hazamegy, és röhög egy nagyon. És azt mondja, hogy és mégis mozog a föld. Nem baj, nem öletem meg magamat. Hülye leszek magalátni magamat. Én tudom, hogy ez az igazság. Nem fogom magalátni magamat. Tudom, hogy ez az igazság. Nem kell magalátnom magamat az igazságért, mert az igazság akkor is igazság, hát senki nem hisz benne, az igazság és kész. Majd fölismerik, hogy ma már a Vatikánban, obszervatóriumban, meg mit tudom én, jezsuiták kémlelik az eget, meg időnként egy-két okosabb jezsuita, asztronómus, teológust meghívnak nemzetközi konferenciákra, de már nincs jelentősége annak, hogy mit mond a pápa arról, hogy most hogy működik az elméleti fizika. Tehát teljesen a tudomány vonata az elszáguldott az egyház mellett, vagy egyháznak nevezhető vallásos gondolkodás mellett. Most Galileo Galileiék, ugye a kopernikuszi fordulat. Ezt most csak egy hasonlatnak használom, én nem akarom bántani se az egyházat, se senkit, de ugye az evangéliumban Jézus hozott egy fordulatot. Ez itt akarom a hasonlatnak az erejét kihasználni. Jézus éppen 200 kilométerre Jeruzsálemtől, valahol sétáltott északon Galileában, és akkor azt mondja, hogy itt nagyobb van, mint a templom. Ez így az evangéliumban elolvasjuk. És akkor mi Jeruzsálemtől, a Szent Templomtól 200 kilométerre egy nem rabbi, egy ács fia, aki maga is ács volt valószínűleg, egy műveletlen a kor szerint műveletlen halász közegben azt mondja, hogy itt nagyobb van, mint a templom. És ugye ennek nyomán Pál apostol elkezdi nyomatni azt mindenhol,
hogy Isten nem lakik kőépületekben. Hát addig az volt a zsidóságnak a ne továbbja, hogy Jeruzsálemben, a templomban, a Szentek Szentjében, a Frigyládán trónol az Úr. Ott van a Jákve. Ott van az én vagyok, aki vagyok. Ott lakik. Oké, hogy mindenhol jelen van, de ott van igazán jelen. És akkor jön Jézus, és azt mondja, hogy itt nagyobb van, 200 kilométerre Jeruzsálemtől, itt nagyobb van, mint a templom. És akkor azt mondja, hogy Lukás 17:20-ban az írástudóknak, akik épp kötözködnek vele, akik nem hisznek Jézus üzenetében, mégis a lázadó, elmélyű, farizeus, stb. Rétegnek azt mondja, bennetek van Isten királysága. De Lukás 17:20, ez egy vita jelenet, és Jézus azt mondja, hogy bennetek van Isten királysága. Tehát ez egy hatalmas fordulat az addigi gondolkodáshoz képest, hogy most mi, hogy van, mi az, hogy bennem van Isten királysága. Jézus Krisztus ugye a kettőt egyé tette, a zsidóságot, a pogányságot, az Isten és az ember. Tehát mindenhol, ahol elválasztottság volt, azt ő egyé tette kereszt halálával és szent vérével. Most ez misztérium, tehát ez egy misztikus üzenet, hogy az Új Szövetségben 27-szer van ez a szó, hogy misztérion, magyarul misztérium. És ebből a 27 alkalmazásából 21-et Pál apostol használ, a misztérium, titok. És azt mondja Pál, hogy na most elmondom nektek, hogy mi a titok. Krisztus bennetek. És akkor igazából aztán eltelt évszázadokban a kereszténység levette a tekintetét erről a misztériumról, és egy vallást csinált magától. És most már a világ azt mondja, hogy a kereszténység az egy vallás a többi között. Tehát ott a korai keresztények, azok azt énekölték, hogy Krisztus Kyrios, ugye görög volt nagyjából ott az egész földközi tenger környéke, görög nyelvű, Krisztus Kyrios. Azt jelenti magyarul, Krisztus az Úr. Most a császár az azt énekeltette az egész birodalomban, Kaiser Kyrios, a császár az Úr. És a keresztények szándékosan az Isten tiszteleteikön ezt a hitvallást énekelték, hogy Krisztus Kyrios. Krisztus az Úr. És mi az Isten tiszteleteinkön 2000 évvel később énekeljük azt, hogy Jézus a király, Jézus az Úr. De ma ennek a kifejezésnek így nincs jelentősége, mert ma már nincs az a fajta uralom, ma királyság. Nekünk ma gyakorlatilag azt kéne éneklenünk mindenhol, ha megértenénk, hogy kicsoda Jézus, azt kéne mindenhol éneklenünk, hogy Jézus a miniszterelnök. Jézus a miniszterelnök. Jézus a férjem, Jézus a feleségem, Jézus a mindenem. Ugye, ha végig tekered a Facebookot, szerintem egy percen belül találsz három olyan mondatot, ugye valahol megszületik egy kisbaba, odaírja az anyukája, hogy a mindenem. Tekered egy kicsit lejjebb, egy egyedülálló 40-es nő a kutyájára odaírja, hogy a maffia mindenem. Akkor lejjebb tekered, valaki egy Fradi meccs után odaírja, hogy nyertünk, milyen a bajnokság, a Fradi a mindenem. Az összes dolog szép, szép a Fradi meccs, szép a kutyám, szép az újszülöttem, de mégse az a mindenem, mert az egy teremtmény, a Fradi, a kutyám, az újszülött kisbabám, az egy teremtmény. Az Isten, aki megtestesült Jézus Krisztusban, ő az Úr. És amikor az ókori keresztények elkezdték azt énekelni, hogy Krisztus Kyrios, hogy Jézus Krisztus az Úr, ugye a Filippi levél második fejezetben a nagyon híres Krisztus himnusz, hogy minden nyelv azt fogja énekelni, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát nem azt fogják énekelni, hogy az újszülött kisbaba, nem a Fradi, nem a kiskutyám, hanem Jézus Krisztus. Most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy viszont Jézus Krisztus nem azért jött, hogy elvegye az újszülött kisbabámat,
maga Mafi kiskutyámat, maga Fradit, nem azért jött, hogy elvegye, hanem azért, hogy berakja a helyére. Mert ha nincs benne a helyén az újszülött kisbabám, maga a kiskutyám, maga a Fradi, ha nincs benne a helyén, akkor ez mind a három az én elpusztítommá fog válni. Ez nagyon különös és éles most így ez a mondat, de igen. Ha te a mindenedet és a legnagyobb boldogságodat az újszülött kisbabádba helyezed, hogy ő, akkor mivel mulandó, amikor megsérül, elveszik, nem olyan fölnőtt lesz belőle, elmegy otthonról, nem áll velem szóba, és ezt ugyanúgy el lehet mondani a kiskutyáról, meg a Fladiról, más összefüggésben, akkor összetörök. És ezt látom millió emberi szituációban, hogy akik nem látják azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, a miniszterelnök, a király, az egyetlen remény, azok összetörnek és szédülnek a mulandó világ változásait nézve. És ez ugye a nagy tragédiája a keresztény vallásoknak itt Magyarországon, hogy nagyon sokan betolnak, hogyha nem olyan politikai hatalom van, aki szimpatizál a kereszténységgel. Vagy nem a mi felekezetünkkel. Hát én hányszor találkozok azzal a jelenséggel, hogy szidják egymást a keresztények politikai alapon. Hát hányszor lehet ezzel találkozni, szinte mintha a keresztényeket arról lehetne megismerni, hogy politikai alapon szidják egymást. Hát ez szörnyű. De a keresztényeket nem erről ismerte meg az apostolok cselekedeteiben a külvilág, hogy politikai alapon szidják egymást. Miről ismerték meg őket? Arról, hogy az Úr hatalmas jelekkel és csodákkal megerősítette a szolgálatukat, és hogy szeretet volt köztük. Ez a két fő erő, hogy látták rajtuk, hogy ezek tényleg szeretik egymást. És a másik pedig, hogy az Úr megerősítette őket, tényleg természetfeletti csodákkal. Most ez az, hogy ugye Jézus Krisztusról milyen hasonlatok vannak az Úrban. Szegletkő. Most a szegletkő, én amennyire most minimális építészeti elképzeléseim, tudásom szerint, van egy boltív, és minden kő, ami a boltívon van, ugyanabból a sziklából van kivésve, de van egy szegletkő, amire ráfeszül az összes többi kő, és ami fizika törvényszerűségei szerint tartja a többi követ. Legfölül van, és összefogja a boltívet. És akkor azt oda berakják, nem esik szét. Ez különleges ókori, talán görög felfedezés. Csodálatos. Ez a szegletkő. És ezt mondja, hogy Jézus Krisztus a szegletkő. De ugyanígy hozhatunk egy másikat, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Aztán azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Egy szegletkő ugyanolyan kő, mint a többi, csak más pozícióban van, és a többi kő miatta nyeri el az erejét és a helyét. Na most Jézus Krisztus nem azért jött, hogy egy tőlünk független, imádható, újabb Isten legyen az isteneink csarnokában. Ő azért jött, hogy az életünkben ez a szegletkő legyen, amire rá tud feszülni minden az életünkben. És akkor a helyére kerül az újszülött kisbaba, a kiskutya, maga Fradi, minden. Ha viszont nem nézünk fel erre a szegletkőre, akkor elkezdünk szédülni, akkor keresztényként is azt hiszük, hogy az evangélium, hát az tényleg az, igen, hát most én az evangéliumban hiszok, te maga horoszkópban. Jó van, akkor menjünk tovább. De nem, az evangélium az kiütéssel győz a vallások piacán. Mekkora döbbenetes dolog volt az, amikor Jézus Krisztus ott szenvedett a kereszten, és ez a római százados, amikor nézte azt, mert ott állt ő is 6 óra hosszán keresztül néznie, akkor a 9-től délután 3-ig, gondolom, hogy
gondolom, hogy már annyit látott ilyendől, hogy már annyira fásult volt, kegyetlen, ostoba, ő már nem élvezte ezeket a kínzásokat, és nézi, és látja azt, hogy Jézus imádkozik az ellenségeiért. Látja azt, ahogy beszélget az egyik gonosztevővel, akit oda feszítettek a másikkal, és ezt az egészet látja, és nem, tehát ő maga is bizonyos értelemben oda van szögezve. Néznie kell az egészet. És hogy végignézi, nézi, és amikor kileheli Jézus a lelkét, akkor azt mondja, hogy ez az ember. Ez tényleg. Ez. Tehát Isten feltétlen szeretete, az elérte a szívét ennek a kegyetlen ostoba kivégző osztag vezetőnek. És ez a mi örömhírünk. Ez a mi örömhírünk ereje. Tehát itt én most egy szerelmes mutatok be nektek, hogy van egy Jézus Krisztus, aki szerelmes belé. Most nekem nagyon jó pozícióm van, mert nem nekem kell bizonyítani. Nincs rajtam teher. Nincs rajtam az evangelizáció terhe, vagy nem tudom milyen teher. Én elmondtam, hogy Jézus szerelmes beléd, és ha ez igaz, már pedig igaz, akkor ő be fogja neked bizonyítani. És Jézus rejtett utakon behatol mindenkinek a várába, és mindenkit belülről gyógyít. Nagyon-nagyon örülök, hogy meghallgattam. És annyira jó ezt így kimondani, ezt az egészet nektek. És ezt meg fogjuk látni, tehát mennyire gyönyörű ígéreteink vannak. Azt mondja Pál, hogy ez a mi mostani könnyű szenvedésünk, az eljövendő dicsőségnek egy mérhetetlenül nagyobb valóságát fogja rajtunk megmutatni. Tehát itt és Pál nem akárki volt, tehát ő milliószor volt börtönben, makínozták, majdnem agyonverték, hajótörés, kígyómarás, becsapások, elüldözések, megdobálták kővel, fázott hidegben, éhezett, börtönből írta a Filippi levelet, ugye Rómában volt börtönben, és a filippieknek írta a levelet, és azt mondja, hogy örüljetek, mert az Úr közel van. Most mennyire van közel hozzád az Úr? Nem az, hogy holnap után vasárnap találkozol vele a templomba majd, vagy a halálod után találkozol vele az ítéleten, és akkor boldog leszel a túlvilágon, ha elég jól cselekedtél. Nem. Örüljetek, mert az Úr közel van, az azt jelenti, hogy te szijámi iker testvére vagy Jézusnak. Te annyira egy vagy Jézussal, hogy nem lehetsz már közelebb hozzá. Örülj, mert az Úr közel van. Amikor megkerestelek, akkor nagyon, nagyon aranyos volt az, hogy azt válaszoltad, hogy megnézted a plüsshörzsögös videót, és az győzött meg arról, hogy kell beszélgetnünk. Én azért azt gondolom, hogy erről a beszélgetésről, hogyha valaki meghallgatja, vagy megnézi, azért valószínűleg elég világos lesz és nyilvánvaló, hogy most egy élő emberrel beszéltem, és egy élő ember beszélt mellettem, és nem én a tűzhörcsög eltorzított hangján az én dolgaimat mondta vissza, de amit elmondtál, az mind olyan, amit én így, ahogy elmondtad, bennem rezonál, és ezt nagyon örülök, hogy nem az én hangomon is, és nem az én arcommal, és nem az én számon keresztül hangzott el. Mert lehet, hogy valaki engem úgy lát, mint egy olyan forrást, amelyből éles, meg keserű, meg langyos, meg mindenféle jön. Én az Úrral azért tudom rendezni, hogy azt a sokféle arcot, amit esetleg látnak belőlem, az hogy egy mégis. Szóval legyen az én dolgom, de az, hogy most te vállaltad azt, hogy mondjam, kompromitálod magad azzal, hogy velem beszélsz, és nekem elmondod ezeket, és én mondok rá ámen, én azt abban reménykedem, és abban bízom, hogy akikhez eljut, ott lesz ez, hogy szintén rezonálni fog.
És legyen úgy. És a, mert bontakozik ki az Isten ország itt a szemünk láttára. Egyszerűen bontakozik ki nagyon-nagyon erősen, nagyon durván és nagyon feltartóztathatatlanul. És ezt az örömet ezt én is szeretem megosztani, és ez most nekem dupla öröm volt. Köszönöm. Isten áldjon, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szia, szeretlek. Szia.